első szembesülés az, hogy Kertész Gézával fog randevúzni a kislány. Na most én azzal, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy több anyós történetem is van, mert több anyós archetípussal is találkoztam, hiszen a második és egyben utolsó házasságomban élek. És tényleg azt mondom, hogy példás a viszonyunk. Hát nekem az anyósom a kedvenceimet megfőzi, és kis dobozokban küldi nekem a legkedvesebb kajáimat. Fantasztikusan jó viszonyban vagyunk. Tényleg ő egy hihetetlen fiatal és nagyon fiatalos gondolkodású, a lányáért, a lányaiért tűzbe menő és őket imádó, végtelen szerény ember. Tehát azt kell mondjam, hogy tényleg idealisztikus a helyzet. Hozzá kell tegyem, hogy az első házasságomban... Mindezért pénzt kér. Nem az, hogy mindezért pénzt kér, hát úgy vettük. Úgy vettük. Nem volt anyós. Nem szabad ilyet mondani. Csak viccelünk. Viccelünk. Úgy vettük az anyós shopban. Anyós shop. Most akció van egyébként, csak mondanám. Feltölteni már, tehát csak falhoz támasztod. Feltölti magát egyébként, tök jó. Ha megsértett, bemegy a sarokba. Ne, Zita, ne vedd komolyan, csak hülyeskedek.